Sziasztok! Itt vagyunk a Békési Béla Vívó Centrumnál, ahol már javában zajlik a felkészülési tábor az idei szezonra. A klub tagjai mellett Szerbiából is érkeztek vívók, hogy egy kicsit gyakoroljanak és készüljenek a versenyekre. Gyertek, nézzük meg, hogy mi újság bent. Mit kell tudni erről az edzőtáborról? Mesélj nekem egy kicsit. Minden évben az évkezdés előtt felkészülünk, tehát a Vívó Klubnak van egy alapozó időszaka. Az erőnlét alapozáson már túl vagyunk, és megkezdtük a technikai alapozást, sőt már lassan a vége felé járunk, így szeptemberhez közeledve. Hát tulajdonképpen ez a második technikai edzőtáborunk, és itt külföldi részvevők is vannak. Nagyobb rész szerbek, illetve románok és ukránok is érkeznek a táborunkba. Ez egy nagyon jó lehetőség nekünk is, nekik is, ugyanis a szerb válogatott majdnem teljes egészében itt van, a felnőtt válogatott és az utánpótlás válogatott is. És tudunk egy nagyon jót edzeni velük, határozott kemény vívó, és meglátjuk, hogy a mi felkészülésünk az sikeres volt-e vagy nem a tábor végére. Mit vártok a következő szezontól, a következő versenyektől? Bizakodóak vagyunk, egy teljesen megváltozott versenyrendszer lesz, a Nemzetközi Vívószövetség megváltoztatta az előző évekhez képest a versenyrendszert, ezért is van nagyon korán már az első világkupa, és nagyon sűrű lesz az a szeptember, október, november, rengeteg verseny van, fárasztó lesz, de úgy érzem, hogy egy nagyon jó technikai alapozáson vagyunk túl. Milyen ez az edzőtábor most? Hogyan készültök itt az edzőtáborban a következő versenyekre? Nagyon jó kis edzőtábor. Ugye napi két edzésünk van. Nagyon jól el lehet benne fáradni, és nagyon sokat lehet gyakorolni, ami ugye nagyon fontos így a szezon kezdete előtt, ugye, hogy így helyre kell rakni így az embernek a fejét, ugye be kell ülni a hegyünket. A szerbek ugye eljöttek ide velünk edzeni, és nagyon jó kis csapat, mert ugye egyrészt nagyon barátságosak, meg jó fejek, másrészt pedig ugye nagyon jó kis verekedős, harcos vívók, és pedig ez nagyon jó alapot ad az edzőtábornak. Ennyit a Békési Béla Vívó Centrumból. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel YouTube csatornánkra.